A héten már másodjára emelkedik az üzemanyagok ára. A szerdai 7-7 forintos emelést követően pénteken újabb drágulást tapasztalhatunk a töltőállomásokon. A benzin ezúttal 6 forinttal, míg a gázolaj bruttó 8 forinttal lesz drágább. Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzinért literenként 603 forintot, míg a gázolajért 640-et kell majd fizetni. Jelentősen emelkedett a rendtípusú olaj hordonkénti ára itt egy hét alatt. Azt látjuk, hogy 83-84 dolláros szintet is meghaladta, ami aztán hál' Isten már vissza is csökkent a 80 dolláros szintre, de nyilván az elmúlt napok változásai hatással vannak a hazai üzemanyagárakra, és hát sajnos a forint is elég sokat gyengült a dollárral szemben. Az olajárának ingadozásában a vöröstengeri összetűzések is szerepet játszanak, a támadások következményeképp ugrottak meg az olajárak. Az elemzők véleménye szerint ugyanakkor nem lesz ez tartós jelenség. Látva azt, hogy az olajára korrigált így egy nap alatt, így azt feltételezzük és arra számítunk, hogy a jövő hét elején akár egy kisebb korrekció is, tehát egy csökkenés is tapasztalható lehet majd a benzin és a gázolajárán tekintve, de nagy mértékben hatással lesz majd erre a helyzetre az, hogy a forint tud-e esetleg tovább erősödni egy kicsit a dollárral szemben. Az elmúlt napokban ugyan a forint erősödött a dollárral szemben, de a jelenlegi árfolyam még mindig 354 forint körül mozog, így Bújdos Eszter szerint hosszabb távon 600 forint körüli literenkénti árra kell számítani Magyarországon.